Szillampe, SZÉLJA Hatodik rész Kusztá birtokával együtt állandó béreseitől is megvált, az emberek roimala szolgálatába mentek át, és az utolsó napokban már nála dolgoztak. Így történt aztán, hogy mikor a halott gyermekeket kivitték a temetőbe, a koporsókat fivő szállóvát az öreg már hajtotta, arcán a szokott komoly, kisé haragos kifejezéssel – Utánuk egy másik szánban a család ment, a lovat kusztá hajtotta. Hilma nagyon fáradt volt, és az sem volt éppen bölcs dolog, hogy a kis Szíriát is magukkal vitték ebben a csípős, szeles, télvégi időben, de mégiscsak el kellett temetni azokat a szerencsétlen gyermekeket. Ez volt tulajdonképpen az utolsó alkalom, amikor Hélma és Kusztá, mint gazdaházas pár indult el az ősi házból. Másnapra volt kitűzve az önkéntes árverés. Most ott mentek, és velük van majdnem minden, amit együttélésük alatt elértek. Ott mennek majdnem úgy, mint ahogy Plichtariba mentek sok-sok évvel ezelőtt, karácsony hetében, kevéssel első gyermekük születése előtt. Most mind a ketten jóval idősebbek voltak, Hilma arcán halvány nyomát sem lehetett találni annak, ami lángra lobbantotta egykor a fiatal Szalmelusz gazda szívét. Olyan volt, mint egy közönséges zsellérasszony, Fogai kihultak vagy megfeketettek, haja megfakult. Házassága során sohasem tudta elérni a gazdaházak asszonyainál megszokott termetességet, még leánykori bájos teltsége is szögletességre változott. Kusztá arcán és egész lényében, pedig ő is megöregedett, eltörölhetetlenül megmaradtak az öröklött, nemes, családi vonások. Most ezen az úton talán még jobban előtűntek, mint korábban. A kora tavaszi szélben és napsütésben még az arca is kipirult. Egy asszony, aki régen fiatalon szívesen nézett Szalmelusz kusztára, és talán abban reménykedett, hogy ő is észreveszi tekintetét, szintén kiment a temetőbe, és ott állt valahol a sír szélén. Oldalról láthatta kusztát, és megindultság és melegség járta át a szívét, mikor kusztá fedetlen fővel hallgatta a sírnál olvasott áldást. Látta kusztát később is, mikor egyenesen, jellegzetes fejtartásával végigment a templom főhajóján a között, és beült a szalmelus család padjába. Sok ismerősnek megnedvesedett a szeme, mikor a házas pára nézett arra a nyugodt férfira, akinek arcán mindig alig észrevehető finom mosoly látszott, és arra a tönkrement asszonyra, akiről senki sem tudott semmi rosszat mondani, legfeljebb azt, hogy hiszen ez az asszony is megtette, ami telt tőle, de ugyan honnan vette volna Plichtari lánya azokat a képességeket, amelyekre Szalmelusz asszonyának szüksége lett volna. Látták a kislányt is, a házaspár egyetlen életben maradt gyermekét, aki szülei között tipeget be, és túlságosan hangosan kérdezősködött mindenféléről, hiszen most volt először templomban. Szép, barna szemű gyermek volt, apjára is, anyjára is hasonlított. Milyen szomorú, hogy nem az apai házban fog felnőni. Egyszer csak hallották, hogy a gyermek hangosan megkérdezi: Hol maradt Laura és Táve? Miért nem jönnek ők is ide a templomba, és vajon a koporsóban fekszenek-e? Olyan volt az egész templomi gyülekezet, mint egy nagy család abban a pillanatban, amikor a gyermek hangja a levegőben rezgett. Azután az orgona halkan búgni kezdett, és ennek emléke örökre bevésődött célja lelkébe. Kialvó tudatában bizonyára ezek az orgona hangok kísérték a fecskék csicsergését azon a kora reggelen, amikor meghalt Kierikkáék szónájának szobácskájában. De Szélja most még élt, és sehogyan sem tudta felfogni, hogy Laura és Táve már nincsenek életben. Mikor hazamentek, a temető mellett újra követelődzni kezdett, hogy most már igazán el kell őket onnan hozni. Anyja elmagyarázta, hogy már fölmentek az égbe, és sohasem térnek vissza. Szélja elhallgatott, és az egész hosszú úton ezen gondolkozott el sem tudta képzelni, mi örömük telhetik a szép ünnepségben, ha sohasem beszélhetnek róla senkinek. Halotti tort csak a megritkult háznépnek tartottak. Roy Malagazda ugyan hívatlanul is megjelent, a tulajdonos jogán is ott lehetett már. De most valami elintézni valója is volt. Arra számított, nyíltan meg is mondta, hogy többen fognak összegyűlni. Aláírásokat gyűjtött egy iratra, amelyben kérték a cárt, tartsa tiszteletben Finnország jogait. Kusztá megértette, hogy miről van szó, már azelőtt is hallott a dologról, most azonban mindez olyan távol volt tőle. Mégis előkereste a tollat és a tintatartót, és hozzáfogott az íráshoz. Hílma is bement a szobába, és megjegyezte. Még most sem volt elég a a papírjaiból. A vendég kisé ingerülten visszavágott. Először is ez nem a roimala papírja, másodszor is Kusztának semmivel sem volt nagyobb kára a roimala papírjaiból, mint a plichtariék papírjaiból. Így szólt roimala gazda, és köhintett utána rendes szokása szerint. A vasárnap délután olyan volt, mint máskor. A nap most is táncot jártak Szalmelusz lakószobájának padlóján, ahogy táncot jártak évszázadokon keresztül, amióta ez a fenyő gerendákból épített szoba a helyén állt. Régi helyén állt a fénytelen vöröses színű, kettős hintaszék is, melynek hátsó támláját két művészi faragású lant alkotta. A padlóba évszázadokon keresztül mély nyomokat koptatott a hintaszék talpa és a benne ülők lába. Az óra ketyegett a homlokzati falon, a naptár az ablakfélfán lógott egy szegen, és a szalmeluszra jellemző, sajátos szak töltötte be a levegőt. És mégis minden másként volt, mint az előtt. Ebben a nyugalomban benne volt az eljövendő nyugtalanság feszültsége, ez a nyugalom olyan volt, mintha halálos ítélet végrehajtását várták volna. Roimal a gazda búcsúzás után megkérdezte. Tehát holnap kilenckor kezdődik? Kilencre van kitűzve, felett a kusztá mosolygó tekintettel. Hilma kitámolygott a szobából, és valami keserű megjegyzést tett, de ezt nem hallotta senki. Mivel az árverés rendkívüli körülmények között történt, sokan gyűltek össze, és a kikiáltó tréfás megjegyzéseit hálás közönség fogadta. Egy öregember kissé felöntött a garatra, és széles szájából ocsmány megjegyzéseket eregetett, amikor egy-egy használt ruhadarab vagy szerszám került elő. Hasonlóképpen viselkedett Plichtari Ívari is, aki természetesen valóságos ünnepnek tekintette ezt a napot. A tömegből innen is, onnan is csipkelődő megjegyzéseket dobáltak feléje, és ő senkinek sem maradt adós a felelettel. Az árverésre összegyűlt nép jól tudta, hogy Ívari nem haragszik az efféléért. Ez volt különben az utolsó eset, hogy a sógorok szembe kerültek egymással. Még egy kis szóváltás is volt köztük. Kusztá közben elment valahova, és a kikiáltó az alatt áruba bocsájtotta a gyalopadot és az asztalos szerszámokat. Kusztá ezeket magának akarta megtartani, de most már nem maradt más hátra, mint ígérni értük ívarival versenyezve, aki komolyan vágyott a gyalopadra és a szerszámokra. Minek neked gyalupad, hiszen úgyis béresnek állsz be, mondta Ívari. A hozzá hasonlók hálás röhögéssel jutalmazták arcátlanságát. Ívari újra emelte az árakat, többel is, mint ahogy méltányos lett volna. Kusztá azonban ráigért, mert semmiképpen sem akart megválni a gyalupadjától. Vajon tudsz-e fizetni annyit, mint amennyit ígérsz? Gúnyolódott tovább a semmire kellő. Ez már túlságosan nagy durvaság volt, de a tömegben még mindig elegen voltak, akik már tátott szájjal várták, hogy bekaphassák a mulatságos gorombaságokat, amelyeket plichtari ívari dobál közéjük. Újra hahotázni kezdtek. Kusztá kissé elpirult, a halvány mosoly majdnem teljesen eltűnt az arcáról. A tömegben most már felülkerekedett a tisztességes emberek véleménye, és az a vélemény annak az embernek a pártján volt, akinek előző nap egy szánban két gyermekét vitték ki a temetőbe, és akinek most ősei házát is el kell hagynia. A kacagás, mely a fiatal plichtari szavaira kitört, azonnal elhallgatott, mikor kusztá habazás nélkül megfelelt. Ha jól emlékszem, még te is tartozol nekem. Mindenkinek eszébe jutott az a körülbelül tíz év előtti régi történet, amely a csúfolódó ívari szégyenére mélyen bevésődött az emberek emlékezetébe. Talán nem is volt olyan rendkívül súlyos dolog, de mégis szégyen volt, semmi esetre sem dicséretre méltó cselekedet. Az ilyen sokaságban gyorsan működik a tömegtudat, ez az egy mondat abban a percben, amikor elhangzott, mindenki előtt rávilágított Kusztának, még arra a férfias cselekedetére is, hogy nem hagyta cserben plichtariék leányát, nem igyekezett pénzzel szabadulni tőle, pedig talán jobban járt volna. A Kusztá iránt ébredt, nagy rokon szenvedt keretként foglalta körül a részvét, ennek a szegény embernek félig kényszerűségből távoznia kell ősei házából. A részvét abban a percben vált tudatossá, amikor Kusztá arra a jelentős összegre hivatkozott, amelyet annak idején haszontalan sógóráért kifizetett, egymás után kétszer. Még soha senki sem hallotta, hogy Kusztá csak egy szóval is említette volna a dolgot. – No, tartsd meg hát azt a régi lomot! – mondta Ívari, és kérkedve megfordult abban a reményben, hogy a közel álló arcából elismerést olvashat ki. De a hangulat most már teljesen kusztá mellett volt, ívari egyedül maradt. Egy öregember torkából harsogó kacakást tört fel, de ez már ívarinak szólt. Mintha a gyalupad a szóváltás után még közelebb került volna tulajdonosának a szívéhez. Új otthonában különösen eleinte nagyon szorgalmasan használtak kusztá. Egyrészt az új körülmények között, az új háztartásban sokféle használati tárgyra volt szükség, és ezeket nem volt érdemes a nagyházból elszállítani. Másrészt sok mindent készített új szomszédainak, akik csak hamar igen ügyes és megbízható embert ismertek meg benne. Szalmeluszban nagy csomó feldolgozásra váró, régi fa hevert részben még Kusztá apjának idejéből. Ezt a faanyagot, amely a megpróbáltatások nehéz éveiben felhasználatlanul maradt, nem adta el Kusztá, hanem magával vitte új otthonába. Hilma sírt az induláskor, gyenge, vékony sírással, amilyennel a tehetetlen ember hajlik meg a változhatatlan előtt. Megsiratta az idegen kézre került teheneket és a többi állatokat, Megsiratta a házban maradt macskát, melyet a gyermekek hideg téli napokon olyan sokszor ki- és beeresztettek a lakószoba ajtaján, és megsiratta a halott gyermekeket is, akik most itt maradnak ebben az egyházközségben. Majdnem megsiratta ölében ülő egyetlen gyermekét is, a nagyszemű, hosszú szempillájú szíliát. Így indult egy csendesen sírva abból a házból, ahova egyszer egy nap érkezett, ahol fiatal lelkét szinte természetellenes elragadtatás kerítette hatalmába, mikor a halott öreg gazda erőteljes szelleme és elmondhatatlanul maradt gondolatai még betöltötték az egész ház levegőjét. Ebbe a légkörbe vetette be magát akkor a fiatal, jelentéktelen zserlérlány, a maga gondolataival és nézeteivel, és ezt valahogyan senki sem tartotta természetesnek. Most elindult onnan soványan, megtörten, könnyes szemmel. Valahol félrehúzódva ott állt az anyja, Tilta és a húga. Ők is az indulást nézték. Az esztendők múlásával természetesen irősebbet lettek mind a ketten, de lényük nem sokat változott. Tilta szájszögletében most is ott bujkált, kiröppenésre készen valami gonoszkodó megjegyzés, és a lány... Éppen olyan fontoskodó fejtartással járt, mint az anyja, talán kissé már a feje is reszketett. Egyikük sem mert előbbre jönni. Ott volt az öreg Vuoremmá is a lovával, ő szállította a podgyászt. Kuszta szányában, a család helyezkedett el. Az öreg Vuoremmá arcán szigorú és komoly kifejezés ült. Ösztönösen érezte, hogy ő maga is a Szalmelusz nemzetség ősrégi időkben gyökerező szellemének utolsó maradványait képviseli. A ház elmaradt mögöttük, és nem sokára ahhoz a helyhez értek, ahonnan a plichtariba vezető ösvény elágazik. Hilma, aki idáig hangtalanul sírt, most hangosan zokogni kezdett. Érezte, hogy azon az ösvényen sohasem fog többé végigmenni, és hogy ez az idegenebb út, amelyre rátérnek, egyre idegenebb tájakra és végül a teljes ismeretlenségbe vezeti. Kusztán nem érintette meg, és nem szólt hozzá, csak éppen megigazította a kis szílja főkötőjét, mert erős, tavaszias szél fújt, pedig a kis főkötőn nem is volt semmi igazítani való. Kusztát nem sújtotta le ez a nap. Belső küzdelmeit rég végig küzdötte, tudta, hova megy, és hosszú idők óta először érezte szabadnak a lelkét. Hilma még zokogott egy kis ideig, míg az erdő ismeretlenebbé nem vált. Vóremmá, aki mögöttük hajtott, mindenok nélkül rárivalt a lovára. Az öreg nagyon megvénült. A keresztútnál, ahol Hilma hangosan felzokogott, az álla remegni kezdett, a szeme pedig könybe lábadt. Arra gondolt, hogy ennek a két embernek a sorsát milyen erős kötelékek fűzték az ösvény végén lévő plichtarihoz, és mennyi minden kapcsolta őt magát ezekhez itt és azokhoz ama. Az erdő, amelyen most mennek keresztül, Szalmeluszhoz tartozott. Kusztának talán eszébe sem jutott volna, ha nem látja, hogy egy helyen emberek dolgoznak. Roimala emberei voltak, köztük Kusztán régi béresei. Hatalmas, csüngőágú fenyőfát vágtak ki, és most éppen az ágakat csapdosták le. Mikor az emberek észrevették a szánokat, abba hagyták a munkát, és bamba arckifejezéssel meredtek a távozókra. Egy darabig még azután is ott álltak, és bámészkodtak, Miért is haladtak el a távozók olyan gyorsan? Ezen a helyen kisé megrendült kusztál lelki nyugalma, mintha Szalmelus csőriének ajtajából szórakozottan nézni azt a helyet, ahol az apja meghalt. Egy pillanatig saját halálára gondolt. Vajon hol és mikor fog bekövetkezni? Hilma megnyugodott, és az öreg Vórem már megfeledkezett arról, hogy a lovát biztassa. A költözés napja múlóban volt, közeledtek a célhoz. A kis Szilja tudatában szerencsére semmiféle benyomás nem került a megérkezésről. Az út vége felé olyan mélyen elaludt, hogy akkor sem ébredt föl, amikor bevitték a házba. A kiköltöző család erősen befűtött, a szoba levegője szinte perzselt. Szükség is volt rá, mert az ajtót tárva kellett tartani, amíg a holmikat behorták. Szélja a lakószoba nagy asztalán aludt, úgy, ahogy az útra be volt göngyölve, mindaddig, míg a hideg átjárta ágyat föl nem melegítették. Másnap reggel ébredéskor tágra nyitott szemét először a nap üdvözölte, a nap, amelynek fényfoltjai most ennek az új és csodálatos szobának padlóján táncoltak. Apja és anyja is ott volt, Éppen olyanok voltak, mint az előtt, de apa most az ablak előtt gyalult, anya pedig burgonyát hámozott a kemence falához épített tűzhely mellett. Nem volt ott sem Táve, sem Laura, hiszen ők a temetőben maradtak, vagy talán a külső kamrában? A kamra mégsem lehet itt, az mindenből látszik. Az apa gyalujából szépen kunkorodó forgácsok pattannak le, ez tehát a lakószoba? Szélja még sohasem ébredt föl úgy, hogy apja a gyalubhad mellett dolgozott. Ez a csoda csak ma reggel történt meg. Anya kése gyorsan körül a burgonyán, ez tehát a konyha, és anya a lovisza dolgát végzi? A legcsodálatosabb mégis a nap, és a sok fény, amely három ablakon özönlik be. Otthon mind a két ablak ugyanazon az oldalon nyílt, a többi falon csak ajtók voltak. De még ennél is csodálatosabb, hogy apa és anya Szilja ébredésekor ugyanabban a szobában foglalatoskodnak. Mégis milyen jó most minden. Igaz, hogy anya köhétsel hámozás közben, és arcán a megszokott szenvedő kifejezés ül. De Szilja nagyon jól tudja, hogy ha ő most lemászik ágyából, és anyjához szalad, akkor anya rögtön abba hagyja a munkát, megcirógatja, megölelgeti, és erre apa is félbeszakítja a gyalulást, és odafordul mosolyával, ahol ő meg anya van és később apa bizonyára megint ölbeveszi, és körül hordozza ott kün, ahonnan a csodálatos ragyogás özönlik be a padlóra, folyton és kiapadhatatlanul. Az első fölébredés az új lakószobában volt a kis Szilja legkorábbi teljesen világos élménye, és ez élete végéig megmaradt emlékezetében. Arra is emlékezett, hogy apja valóban ölébe vette, bejárta vele az egész telket, és közben folyton magyarázott és mutogatott. Közben egyszer letette a földre, hógolyókat gyúrt, és feléje dobálta, hogy megnevettesse. Mindenre világosan emlékezett célja, csak arra nem emlékezett, hogyan került fekvőhelyéről az udvarra és apja ölébe. A gyermek azért nem emlékezett erre, mert mikor ágyából lemászott, Anyja sem meg nem cirógatta, sem meg nem ölelgette, mint azelőtt, hanem azonnal öltöztetni kezdte. Arcáról nem tűnt el a szenvedő kifejezés, amelyet akkor látott rajta Szilja, amikor felébredéskor még mozdulatlanul feküdt, és anélkül, hogy a szülei észrevették volna, tágra nyitott szemmel nézte a napsugarat és mindazt, amit a napfény megvilágított. Az a burgonyát hámozó, törődött asszony ez volt Hilma egyetlen életben maradt gyermekének utolsó emléképe anyjáról. Hilma még élt ugyan egy darabig, de ez az élet már olyan volt, hogy a gyermek tudata mélyén nem őrződött meg az emléke. Mikor a közeli tavon a jég olyan állapotba került, hogy az óvatosabbak már nem hajtottak rá, a vakmerők pedig megúsztatták lovaikat, akkor Szalmelusz Hilma, ezen a vidéken is férje család nevén emlegették, ágynak esett, és sohasem kelt föl többet. Hilma halálos betegsége megint nagyon jelentős időszak volt Kusztá életében. Az utolsó megpróbáltatás olyan feneketlen szakadék, mint amilyenben Raimala gazda szobájában belezuhant azon az estén, amikor megkötötték az egyességet. Ebben a megpróbáltatásban nem volt semmi megalázó, ellenkezőleg döntő fordulatot jelentett Szalmalusz Kusztá megtisztulásának útján. Egyszer ez a férfi letette a gyeplőt az ősi házban a lépcső karfájára, egy szép és fiatal cselédlány vállán keresztül, és akkor az a leány nagyon közel került hozzá. Most a falubeli kisegítő asszony azt látta, hogy Szarmelusz Kusztá, aki nemrég költözött a községbe, ráhajtja arcát haldokló felesége kihűlő homlokára. Az asszony még teljesen eszméleténél volt, és rámosolygott férjére, már amennyire mosolyogni tudott. Az idegen asszony, aki tanulja volt a jelenetnek, nem is sejtette, hogy mennyi mindent foglal magába ez a mosoly. Mindentől eltekintve. A kis szélja ebben a pillanatban kűn neki is nagy élményben volt része. A tó felől szakadatlanul sajátságos recsegés, ropogás, dübörgés hallatszott, sőt néha egyenesen félelmetes dörgés. Egészen közelről hallatszott. A gyermek annyira magánkívül volt, hogy semmi mást nem vett észre. Még az sem maradt meg emlékezetében, mikor anyja holttestét kivitték. Csak késő este mondták meg neki, hogy anyjával az történt, ami Távéval és Laurával a régi házban. Ekkor azonban Széljának sokkal fontosabb volt, hogy pontos felvilágosítást kapjon arról, mi is volt az a recsegés és ropogás, amelyet egész délután hallani lehetett a tó felől. Az apa, aki közben lefektette gyermekét, ezúttal a saját ágyába, mindent megmagyarázott. Nézd, mikor a nyár elmúlik, jönnek a hidegek. Folyton hidegebb lesz, a virágok és a pillangók megfagynak, a tavakat pedig jégborítja. A mi tavunk is befagyott ősszel, de egyszer megint csak elkezd sütni a nap, minden fölvidul és fölmelegszik. Akkor aztán a tóról is leolvad a jég, és amikor így olvad és eltűnik, akkor recseg és ropog. Az apa látta, hogy egyetlen gyermeke, mindene ezen a világon, már elaludt. A gyermek akkor aludt el, amikor az apja virágokról és pillangókról beszélt, mintha a gyermek követni akarta volna meghid barátait a könnyű halál útján. Egyre jobban tavaszodott. Szarmelusz kusztá éldegélt a konyhójában, éldegélt és öregedett, de egyúttal megszabadult sok mindentől, ami azelőtt a lelkét nyomta. Ezt a nyomást régóta érezte, meg sem tudta volna mondani mióta. A nyomasztó érzés mögül azonban előderengett emlékezetében valami, ami örömöt és erőt jelentett. Ifjúságának boldog, magányos napjai. Hiszen magányosak voltak férfi korának napjai is, ebben a tekintetben nem történt változás. Csak a boldogság tűnt el életéből egészen mostanáig, a kezdődő öregség idejéig. Egyre jobban tavaszodott, a természetben kisarjadzott, és növekedni kezdett minden. Az apa gondozásában a kis szíja is gyorsabban fejlődött, mint az előtt. Új ruhákra volt szüksége, az elnyűt téli holmik a hó alól előbukkanó föld színére emlékeztettek. Színes új ruhák kellenek a gyermeknek, hogy olyan legyen, mint a nyíló virágok, amelyek térről ott maradt szürke hótakaró alól előbújnak a ligetben. Be kellett menni a faluba a varrónőhöz. A vasárnap reggel a legalkalmasabb idő erre. Ott aztán nevetgéltek, és kedvesen tréfálkoztak, és mindenki barátságosan mosolygott, mikor mértéket vettek a kicsi kisasszonyról. Része volt ebben annak a rendkívüli körülménynek is, hogy a ruhákat egy komoly, megfontolt apa rendelte meg. Úgy bizony, az a szegény gyermek elvesztette anyját kevéssel azután, hogy idekerültek, beszélték a varrónő lakásának lépcsőjén kusztá és szélja távozása után. Valaki közbeszólt. De az apja nagyon jól gondját viseli. És azután még megtárgyalták azt is, amit a jövevényekről tudtak. Az egyik úgy hallotta, hogy teljesen tönkrementek, és kénytelenek voltak elhagyni birtokukat a harmadik egyházközségben. Egy másik megjegyezte, hogy nem mehettek tönkre, hiszen függetlenül élnek. Meg aztán olyan félét is beszélnek, hogy az az ember csak belefáradt a gazdálkodásba. Felesége megbetegedett, gyermekei meghaltak, ezer baja és gondja volt, és ezért költöztek ilyen kis házba. Szilvia és Kusztá ekkor már az úton ballagott. Megfigyeltek mindent, amit a természetben maguk körül láttak, és beszámoltak egymásnak észrevételeikről. Miért mozog a tóvize olyan furcsán, mintha sok-sok csillogó kis állat ugrándoznék rajta? kérdezte a leányka. Nézd csak, mikor egy kis hullám így végigfut rajta, egy ekkora, nézd, és Kusztá kezével mutatta a hullám ringatózását, akkor minden kis hullámfala egy ideig olyan, mint a tükör. Ha rásüt a nap, visszaveri a napsugarat. Várj, ha hazaérünk, mindjárt megmutatom. Aztán hazamentek. Elől szélja, dúdolgatva és ugrándozva, és utána gyors léptekkel az apa, mint kis húgát oktató nagy testvér. Leakosztották a tükröt az ablak és az apa elmagyarázta a tó felszínének fodrosodását. De nem sokára már csak mosolyognia és nevetnie kellett kis tanítványán, és csak arra vigyáznia, nehogy a tükör leessék, vagy hozzáütődjék az ablak a tükrözés olyan rendkívül nagy örömet szerzett Szíliának, hogy hiába való lett volna a tó hullámairól beszélni neki. A gyermek fáradhatatlanul vetítette a fényfoltot végig a falakon, a padlón, a kemence sarkain, és hangos öröm újongásban tört ki, mikor sikerült ráirányítania apja kabátjára, állára és végül a szemébe. Az apa hunyorgatni kezdett, sőt, még a fejét is elfordította, és azután megint az ágy lábára és a gyalopadra, és még egyszer az apjára. Kusztá már maga is csodálkozott a gyermek féktelen örömén. Nem töprengett rajta, de valahogy a megdöbbentőnek találta, hogy a gyermek még sohasem játszott a napsugárral. Bizonyosan eddig még nem került a tükör olyan helyre, hogy a fény ráeshetett volna. A játék most már olyan hosszúra nyúlt, hogy az apának be kellett tiltania. A leányka már a háta mögé dugott tükörrel kezdett mesterkedni, és ebben a játékban hamar eltört volna a tükör. Így éldegéltek minden nagyobb zökkenő nélkül. Az apa idejének legnagyobb részét a gyalupad mellett töltötte, kivéve mikor a főzéssel volt elfoglalva. Kusztán nem akart idegent befogadni a házba, iparkodott mindent maga elvégezni. Ha éppen elkerülhetetlen volt, elhívta Mínát, aki a falu másik végén lakott, és alkalmi munkákból élt. Volt a faluban egy idős gazdaházas pár, akik ismerték a szalmelusz családot, még valami távoli vérrokonság is volt köztük. A gazdasszony többször küldött Kusztának és Szíliának frissen sütött, meleg kenyeret, különösen azután, hogy Kusztál csinos, alacsony hintaszéket készített a gazdasszonynak, aki szívesen ringatta benne öreg testét. Elmúlt az első nyár, amelyet Kusztá és Szilja így kettesben töltöttek el. A gyermek ismeretséget kötött sok madárral és még több virággal. Látott horgászó fiúkat, akik nagy kalappal a fejükön és felgyűrt nadrágban mentek végig a víz szélén, és horgászás közben idegenkedve nézték a csinosan öltözött kis lányt, aki fent állt a meredek parton. A fiúk már mind hallottak otthon a kunyhó új lakóiról, az apáról és a kislányról, akik alig érintkeztek másokkal. Eljött az aratás ideje. Az a jóindulatú öreg gazda Kusztát is elhívta aratni, és Kusztá el is ment. Szíliát magával kellett vinnie, a kislány ott lehetett a házban. Néhány más aratónak a gyermeke is ott tartózkodott, köztük Mínának, a kisegítő asszonynak két gyermeke. Azt beszélték róluk, hogy nincs apjuk. Meghalt már, és eltemették, mint anyát, és távét, és laurát. Faggatta Szilja az apját, mikor az ebédszünet alatt körülötte ugrándozott az udvaron. Igen, bizonyára így van, mondotta Kusztá mosolyogva, de mosolyával nem fordult a gyepen heverésző aratók felé. Ösztönösen épp úgy viselkedett, mint amikor még Szalmelusz gazdája volt. Azt ugyan nem temették el, most is ott témferek kokkinen földjén, szólt a szabadszájú Szabó, aki a sietős aratási munkákra való tekintettel felugrott asztal mellől és sarlót fogott a kezébe. Ha Kusztá még mindig szalmelusz gazdája lett volna, most feláll, egy szót sem szól, bemegy a házba, és az emberek ebből megérthették volna, hogy az öreg nem szereti az effélét. Csak hogy ő most már nem az öreg, hanem csak arató másnak az udvarán. Ugyan hová is mehetett volna máshová, mint ki a szántóföldre, ha majd megszólal a csengő. Itt kell maradnia, és itt marad vele a gyermek is, aki aztán vacsoráig megint együtt lesz azokkal az apátlanokkal. Kényelmetlen érzés fogta el, mikor Szilja a szabó megjegyzése után is erősítgette, hogy hiszen a mína gyermekeinek mégiscsak van napjuk. Ekkor Kusztá emelt hangon megjegyezte. No, a szabó úgy látszik jobban tudja, Azután pedig Széljához fordult és rászólt. Te pedig ne kérdezősködj többet. Szélja szó nélkül félrehúzódott, de nem ment rögtön a míne gyermekeihez. Az emberek nem szóltak egy szót sem. Szálmálusz kusztáról kialakult véleményük cseké, de nem jelentéktelen elemmel bővült. Ebéd után, mikor az aratók, most már a ház közelében, újra munkához láttak, a gyermekek is kimentek a szántóföldre, és Szilja a nap hátra levő részében apja körül játszadodott. Eltelt a nyár, nem sokára füst szállt fel a csűrökből, és az ablak külső párkányán éppen Szilja szeme előtt fürge kis madár jelent meg, és félrebillent billent fejjel bekukucskált a szobába. Széncinke, mondta az apa, és húsdarabkákat, meg kenyérmorzsákat szórt szét, kün az ablak párkányon. Pikiszú, 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 tititi, hangzott kívülről, és alig ért vissza az apa a szobába, a cinke már ismét ott volt előbbi helyén, és buzgón kopácsolta a karmai között tartott húsdarabot. Ezzel a kismadárral egész télre szóló barátságot kötött célja. A gyermek eleinte azt hitte, hogy nincs is több széncinke, csak ez az egy, mivel igen-igen ritkán jelent meg egyszerre több az ablakpárkányán. És ha véletlenül ugyanabban az időben egy másik is odarepült, akkor szerinte az első volt az igazi.